Lós Csilla intézményvezető asszonyjal beszélgetünk itt a koszorúzás után. Mikor vette fel a Kovács Mihály iskola a jeles szülött nevét? Az iskolánk 1992-ben vette föl Kovács Mihálynak a nevét, és azóta minden évben az intézmény igyekszik ünnepségsorozattal emlékezni a huszár ezredesre. Az idei évben is így történt volna, ha nem jön közbe a koronavírussal kapcsolatos vészhelyzet. Most rendhagyó módon kerül sor itt a Kovács kapunál a koszorúzásra. Szervezetlen keretek között, akik jelezték részvételi szándékukat, azoknak biztosítottunk itt most lehetőséget, hogy az emlékezés koszorúit elhelyezzék. Ez azt jelenti, ez a rendkívüli helyzet, hogy akkor most a tanulók jutalmazása is elmarad, vagy azt majd valamilyen más módon megoldják? Most a tanulók jutalmazása is elmarad, és nincs Kovács Mihály hét rendezvény sorozat sem, de ezt mindenképpen szeretnénk majd bepótolni. Ugye mindnyájan látják a városban, hogy a Kovács Mihály tagintézmény felújítási munkálatok alatt áll. Majd, ha ez a felújítás készen van, és az átadó ünnepségre kerül sor, akkor fogjuk ezeket az elmaradásainkat is pótolni. Igen, hiszen építési terület most az emlékmű is az iskola falán, tehát oda sem lehetne most menni koszorúzni, de azért a kovácsosok szívükben emlékeznek most a jeles karcagi szülöttre. Így van, és akiknek fontos ez, és jelentős helyet foglal el az értékrendjükben, azok bejelentkeztek ide a Kovács kapuhoz, és itt vannak, és elhelyezik a koszorúikat. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést!